Az első zenei stílusunk, az első könnyű zenei stílusunk, az a blues zene lesz. Hát akkor mutatunk ebből nektek egy rhythm and blues lüktetést, egy rhythm and blues stílust, amit már az európai hangszerekkel mutatunk be a gitáron, a basszusgitáron és a zongorán. És ez így zajlott közel egy órán keresztül. Pici jazzbombonokat kaptak a hallgatók azzal a céllal, hogy ne kapcsolják el a rádiót, ha azt hallják, jazz szól benne. A Műfaj Magyarországi Szervezete találta ki az előadássorozatot, és szervezett minőségi muzsikusokat akár ilyen kis színpadokra is, mint a Bátaszéki. Nagyon fontosnak tartjuk a Magyar Jazz Szövetségben, hogy a gyermekeket megismertessük az amerikai jazz hagyományával és ennek a kultúrájával, illetve az élőzenére neveljük a gyermekeket. A Magyar Jazz Szövetség 2020-as évben volt 30 éves, és kitaláltunk egy projektet 30 év jazz címszóval, amivel 30 városba, 30 településre jut el 30 zenekar, és délutánonként zenei ismeretterjesztést adunk a gyermekeknek, este pedig a felnőtt közönségnek koncertet. Ez az előadás azért rendhagyó, mert itt a gyermekek a jazz történetének a kialakulását nem csak szövegben, hanem zenével együtt tudják meghallgatni, és a művésztársaimmal tudjuk ezt illusztrálni. Nagyon fontos, hogy mindenből a legjobb minőséget adjuk a gyermekeink számára. Tehát, hogyha ha anyagilag egy édesapa megengedi, akkor jó, megengedheti magának, akkor jó minőségű cipőt fog fel a gyermekének venni, hogy ez még a következő időszakot, hónapokat, éveket is ki tudja tölteni. Hogyha nincsen rá forrása, akkor meg fogja venni az egyszerű kínai cipőt, ami leszakad a gyermek lábáról, de lehet, hogy abból az olcsóbból fog sokat venni. Mi úgy gondoltuk a Magyar Jazz Szövetségbe, hogy az élvonalbeli produkciókat kell elhozni és megmutatni a gyermekeknek, mint falvakban, mint városokban. A célunk az, hogy közelebb hozzuk hozzá. Nincs messzebb, mint a komoly zene vagy a klasszikus zene. Én úgy gondolom, hogy a gyermekeknél van zene, amit be tudnak fogadni, és olyan jazz produkciókat, olyan előadásokat hozunk, amin keresztül megszerettethetjük a gyermekeket, gyermekekkel ezt a zenei műfajt. Persze ahhoz, hogy a kezdeményezés átüsse a falat, több szereplőre is szükség van. Egyrészt a családra, mert ha ott nem kap ehhez támogatást a gyerek, nem fog ilyen zenét hallgatni. Másrészt megvan az iskola szerepe is, mert ha az énekórák keretében szó esik a jazzmuzsikáról, a gyerekek nem idegenkednek a műfajtól. Bátaszéken szerencséjük van a kicsiknek, hiszen Huba Csongor személyében a Szekszárdi Jazz Club vezetője mesél nekik az énekórákon. A mostani 20-30 évesek nem nagyon látogatják a Szekszárd Jazz Clubot, főleg 50 év fölött látogatják, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ez a generáció is erről a műfajról valamilyen befolyást, inspirációt kapjon. Annál is inkább, mivel például ennek a műfajnak a tárgyalása, énekzenét is tanítok ebben az intézményben, 8. osztályban már előkerül a jazz. És úgy gondolom, hogy semmi probléma, hogyha 6.-7. gyerekek is egy kicsit belekóstolnak, másrészt meg az előadókat, akik ma itt fellépnek, személyesen ismerem, a mi klubunkban is játszottak, majd szerintem nagyon jól fogják érezni magukat a gyerekek. Az énekórákon bemutattam a Finucci Brassnak egy felvételét, úgyhogy ma is egyik énekórán látták már előzetesben egy videóklippen a zenekart a gyerekek. A legfontosabb az, hogy mit hallgatnak a kocsiba a gyerekek, vagy otthon a főzés közben a szülők. Így van, de lehet, hogy mi kinyitunk egy olyan ablakot az ő számukra, ami lehet, hogy most csak egy hatást gyakorol rá, de későbbiekben 5-10 év múlva önmagától szörfölget az interneten, és ismerős lesz neki az érzet, amit ő itt kapott, és utána nyitott lesz erre a műfajra is. Egyértelmű, hogy a népszerű műfajokat mutatjuk be elsősorban, hiszen a 30 produkció mind olyan kiemelkedő produkció, ami populáris is, illetve a jazznek olyan műfaját képviseli, ami a nagy közönséghez elér és szeretik.